Gésen kollégával ülünk itt, és nézzük meretten a videót, amit volt egy szíves elkészíteni a Rise of Legends-ről. Azért kértem meg, hogy segítsen kommentálni a játékot, mert nem csak én, de ő is teljesen rácuppant. Neked mi tetszett ebben a... Hát igazából az teljesen újszerű népek vannak, és nem a szokásos elf, ork, meg trollok, hanem egy ilyen sokkal fantáziásabb fantasy, mint amiket eddig láttunk. Nem a D&D séma. Igen. Tehát mind a három nép, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon klasszis, változatos, egyedi. Tehát cikkben leírtam, hogy te olvashatjátok, hogy pontosan ki kell lehet megismerkedni. Amit most láttok a videón, ez az Alin kampánynak az egyik pályája. Itt ugye nem csak Alin egységeket, tehát nem azokat a törökös, ezeregy éjszakás, dzsinnes, baklavás alakulatokat irányíthatjuk, hanem ugye hát a főhős Giacomo, ő azért mindvégig velünk van ott. Láthatjátok, hogy egy két lábú lépegető borosztja az áldást. Ezeket egy boss fight, ezek nagyon durvák voltak. Ja. Nagyon sok HP-juk van, és tényleg nagyon ütnek a bosszok. Volt egy az egész seregemet kiirtotta. Most egy-két hős maradt. Igen, mondjuk ezt tetszett is ezen a pályán, emlékszem, hogy itt én csak úgy kóricáltam, tehát ott láttam, hogy nagyjából merre kell menni, de ugye elindultam, hogy amerre vitt az út, és belefutottam egy ilyenbe, megkezdtem, volt egy még egy másik boss is ezen a pályán. Ja. Na ez a stratégiai térkép, ez az egyik legfontosabb eleme a játéknak, ugye itt ilyen kis cikkelyekre osztva látjuk a helyszínt. Látjátok a figurát, hogy hol áll a hős. Ráklikkelve láthatjátok azt, hogy merre lehet tovább haladni, melyik város lehet elfoglalni. Itt lehet kiosztani az összegyűjtött tapasztalati pontokat, azért már itt is szépen gyűltek a hősök. Hát igen, mégis ez már a harmadik kampány vége. Ja igen, ez már nem is a... Ez már ugrottunk egyet, igen. Ott van például igen Savu. Ő ugye egy fontos szereplője a második kampánynak. És ez hol? Ismét a második kampány vége. Csak a harciasabb, a tömegjelenetesebb része. Itt éppen a Dózsa ágyúját kell elpusztítanunk. Ó igen, ezzel megyülik a bajunk. Ott láthatjátok, ott ahol éppen összement az a kis ikon, az jelezte, hogy a Dózsa az célba vett minket. És ez egy nagyon-nagyon genyó szerszám, ami van neki. Jól el is hullottak tőle a gyalogosaim. Igen, azt látszik. Komoly pusztítást végzett. Multiban is van valami hasonló. Igen, az egyik a Vinci oldal egyik választható hőse multiban a Dózsa. Tehát aki úgy érzi, hogy oda csapna keményen, az választhatja őt is. Ja. Hát meg az ő speciális képességei lévén a kampányban nem tudok azokat kipróbálni, amiket a Dózsa tud. Csak szenvedő alanya voltál meg a szemét Dózsa kalapácsának. Dózsa szemmel. Mi van, nagyon osztják fentről, az valamelyik hős, nem az a Venza. Azt hiszem. Ja, négy szárnyal. Tud idézni is. Különlegessége. Nem tudom mennyire jön át, hogy milyen a grafika, de számomra nagyon meggyőző volt végig. És ez azt hiszem, hogy még nem is a maximum, amit tudna ez a játék. Nem, ez tényleg nem a maximum. Érdemes egyszer kipróbálni, még a szaggat is a maximum, mert tényleg ez ilyen szép. Meg hát, hogyha valaha sikerül beszerezni egy physics kártyát, akkor még nagyobbakat robbannak a dolgok, és azért valljuk be, hogyha valaki stratégia fan, azért részben azért csinálja, mert szereti felrobbantani a városot. Ez igaz. Jól lehet. Nem szabad, mindent. Nem szabad, nem illik. Igen, ott a Dózsa kalapácsa, emberen külsősen megrohamozzák. Hát itt ebben a videóban nem különösebben tértünk ki az építésre és gyártásra, de most például megláthatjátok, hogy is néz ki az, hogyha elfoglalunk valami. Nem csak városokat lehet elfoglalni, hanem építményeket is. Vagy hát ugye ebben az esetben ezt a brutális ágyút, amivel a Dózsa riogatta szegény helyieket. Ott a kis fehér számok azt jelezték, hogy mekkora sereg kell ahhoz, hogy minél gyorsabban elfoglaljuk, és amikor már a fehér zászló leengedezik, akkor már csak időkérdése is. Miénk?